Lőrinc Etel textiltervező iparművész. Édesanyja Lőrinc Aladárné a népművészet mestere, édesapja Lőrinc Aladár szövőszék készítő volt. A családjában Gáspárok és Lőrincek voltak, generációk óta öröklődött az alkotás tehetsége. Kinek a kézügyesség, kinek az írásra való tehetség. Szinte egész életét átjárta a székely kultúra védelme, kutatása, tanítása. Munkásságát ezúttal a népművészet mestere díjjal ismerték el. Elvittem a gyerekeket a Néprajzi Múzeumba, és sok-sok szépséget mutattam nekik, szőnyegeket és egyebeket is. És az egyik lengyeli fiú odajött hozzám, és azt mondta, jöjjön csak. Azt mondja, na, ez mind szép volt, de ez szőnyeg. Mert talált egy bukovinai festékest. Ez a miénk. Tehát, hogyha egy tizenéves gyerek a sok szépség között megtalálja a sajátját, és azt mondja, hogy ez a miénk, vagy melyénk, ahogy mi mondjuk. Ez egy olyan messziről átöröklődött dolog, hogy ez nekünk annyira fontos, hogy ennek benne kell lennie vetett ágyba, ennek ott kell lennie a lakodalmakkor. Amikor Bukovinából eljönni készültek a székelyek, akkor nagyon-nagyon sok kép készült, hála Istennek, ezért nekem nagyon könnyű a kutatási területem, hiszen mindent és mindenkit lefényképeztek. És még azokon a fényképeken, amit a hazatérőre raktak, ott is a hátuk mögött a festékes. Amikor odaálltak az élet elé, tehát a házaik elé, a kerítésen ott volna a festékes. Tehát ez egy annyira lelkükből való fontos dolog volt, hogy ennek ott kellett lenni, mint egy őrizőnek. Ezt valahonnan nagyon-nagyon messziről, keletről hozták, mert erre találtam párhuzamokat. A mi igazi festékeseinknek három fajtája van összesen. A nagyvirágos, amit itt látunk, ez kevésbé népszerű, hogy úgy mondjam. A kicsi virágos az, amelyik a legnépszerűbb, és a vízfolyásos. Hát persze, ez sokféle néven illetik, de a cikcakjaival az a harmadik. Akkor, amikor a Bukovinából ide érkeztek Magyarországra haza a székelyek, akkor azonnal észrevették, hogy az ő kultúrájuk nagyobb veszélyben van, mint kint volt Bukovinában. Tehát igyekeztek a múzeumot létrehozni, iskolákat létrehozni, és a tudást valahogy átadni, illetve arra biztatni a fiataljaikat, hogy őrizni kell ezt a kultúrát. Úgyhogy ezt szinte minden felmenőmtől, mert hál' Istennek ismerhettem a dédszüleimet, ezt megkaptam, hogy tanuld meg leánkám, írd le leánkám, ügyelj rá a leánkám. Tehát ez, hogy átadták a tudásukat, hogy igyekeztek mindent elmondani, megtanítani, nem számon kérően, hanem szinte kétségbe esetten, hogy megőrződjön ez a tudás valahogy. Ez végigment a korosztályokon. Az Isten segíts bírója Gáspár Marcitól, aki a telepítés egyik fő résztvevője volt, a leányának szült, a feleségének, aki a legnagyobb szövőszakértő és gyógynövények szakértője is volt, a másik nagymamám szövőszakértő volt, tehát ilyen specialisták voltak szinte mindannyian. A Lőrinc Imre nagyapám is ismert ember volt, édesanyám pedig a szövésnek egy igen-igen jeles személyisége lett, aki tulajdonképpen megmentette, átmentette a 60-as években az egész szövés kultúrát. Ezekből a szőttesekből, amiket ide az asztalra raktam, jó néhány van, ami ilyen érdekes módon teljesen üres a közep, és csak a végén van dísz. Ez azért van, mert ezt úgy hívják, hogy képre való kentedző. Ennek az volt a szerepe, hogy a szent kép fölé helyezzék, és csak a két színen levő minta az, ami dominált. Nem volt mindegy, hogy a képekre milyen fajta szötteseket raknak, hiszen volt olyan, amelyik például a temetésekkor kapta a kántor, a pap, a keresztvívő, azokban mindig fekete volt, sőt, azoknak volt rótja, és a rótjában is gyakran fekete. Akkor, amikor örömből, tehát például a koma választás akkor ajándékként adtak szőttest, akkor vagy nem volt rojtja, vagy pedig a saját anyagából volt egy kicsi rojt. Az, hogy milyen szélesek a csíkok, milyen távolságban vannak egymástól, az pedig a bukovinain kívül
Azra is jellemző, hogy melyik volt az Isten segítsi, melyik volt az András vagy, és is falvak szerint lehet tudni. A másik pedig, hogy még a mesternek, aki szőtte, tehát annak az asszonynak az ízlése, úgymond mesterjegye is benne van. Ezelőtt a 30 év alatt nagyon-nagyon sok olyan fiatal van, aki tovább csinálja. Lásd az Antal Zsoltot, aki garán már épp, mondhatnám, hogy ő is évtizedek óta tartja a néprajzi táborokat. Vagy emlegessem Csibi Krisztit. Szóval olyan sok emberbe sikerült megerősíteni, nem elültetni, megerősíteni ezt az igényt, hogy én egyáltalán nem félek attól, hogy el fog veszni. Mert ők is adják tovább. Tehát azt tanulták meg, hogy adjak tovább. Én is azt tanultam meg, hogy továbbadjam, hogy szórjam ezt a tudást, hogy felvállaljam. És a felvállalás az, hogy ők is mindannyian, akik tanítványaim voltak a néprajzi táborban, fölvállalták a maguk bukovinyaiságát, és ezt a gyermekeiknek elmondják, és megtanítják őket imádkozni, akkor ez már annak a folytatása, amit annyira szeretett volna édesanyám is, és az idősek is, hogy amiben ők éltek, az ne felejtődjön el. A Gáspár Simonta is azt mondta, hogy föl kell emelni a fejünket, ugye emelt fővel, ugye, ahogy a könyvnek a címe is van. Vállalni kell. Amikor megkérdezték tőlem, hogy akkor ennek a felvállalása, ez hogy miért vállalom föl, miért nem restelkedem, mint a 60-as években általában a legtöbb bukovinyai széke igyekezett a málét a szekrénybe dugni, ha jött valaki, tehát szégyelte saját kultúráját. Hát ha egyszer az ember verébnek született, hiába öltözik fecskének. Tehát akármilyen is, akik az őseim voltak, azon változtatni nem tudok. Tehát ők voltak az őseim, azt kell fölvállalnom, akármilyenek is voltak.